egészséges vizet tudunk magunknak varázsolni. A vízszűrő a tisztított víz egészségre gyakorolt hatása volt az egyik. A biotea ökokávé volt a másik, amivel megismerkedhettek az érdeklődők Bátaszéken az egészséges életmódról szóló előadássorozat első napján. Ugye egyre szennyezettebb a környezetünk, a talajok ki vannak zsigerelve, és ezáltal nem jutunk a megfelelő tápanyagokhoz az élelmiszerekkel. És szerencsére most már egyre több ember tudatos, és a vegyszerek helyett a természetes gyógynövény alapú megoldásokat választja. Nekik tartottak előadást a Bátaszéki Művelődési Házban, és azoknak, akik nem ennyire tájékozottak a bio, öko, vegán és természetes készítmények típusaiban, és az egészségre, szervezetre való hatásaiban. Az előadáson szó volt a különböző alternatív gyógymódokról, vegyszereket helyettesítő, de természetes összetevőkből készült tisztítószerekről is. Egy jó kis előadás sorozattal készültünk, amelynek a fókuszában az egészség szerepel, illetve ezt a témakört állítottuk. Azért is gondoltuk, hogy aktuális lehet, vagy talán több időt tud rászállni az ember, mert azért a szüreti munkáknak, a kerti tevékenységnek talán vége. Jön a zordabb idő, amikor az ember egy kicsikét bekuckózza magát, illetve talán több ideje jut magára, és akár mondjuk az egészségével kapcsolatos információk megszerzésére. A következő program Bátaszéken november 22-én lesz, amikor délután ingyenes egészségügyi állapotfelmérésen lehet majd részt venni, majd a meridián terápiában mélyedhetnek el az érdeklődők. Egy 2016-os felmérés szerint egyébként a magyarok többsége, közel kétharmaduk hatásosabbnak tartja az alternatív gyógyítási formákat, mint a hivatalos orvostudományt. A kutatásból az is kiderült, hogy ijesztően magas az oltás ellenesség támogatottsága, a homeopátiában viszont meglepően kevesen hisznek. Egy 2018-as kutatásból pedig az derült ki, hogy a 18 és 27 év közötti fiatalok kevesebb, mint fele fogyaszt rendszeresen vitaminnal, ásványi anyaggal dúsított élelmiszert, illetve gyógyszert. A megkérdezettek többsége azonban pozitívan nyilatkozott a gyógyszerekről, illetve azok hatásáról.